Kinek a születésnapja? Az április 11-i jeles napról hagyományosan egy megyei megmérettetéssel emlékeztek meg az Aranyhíd iskolában. A sajátos nevelésű gyermekeknek az irodalom versenye, a versmondó versenye, a prózamondó versenye, magyarul a költészet napjához kapcsolódóan a magyar nyelv gyönyörűségéről beszélünk, és a magyar nyelv fontosságát hangsúlyozza ez a verseny is. Egyre több a résztvevő. A 13. alkalommal megrendezett kincskereső versenyre a tavalyi 56-tal szemben idén már 74 gyerek és fiatal felnőtt jelentkezett, akiket az intézmény vezetője Lendvai Katalin is köszöntött. A versenyzők több korcsoportban, az általános iskola első osztályától a szakiskolás évfolyamokig szavalhatták el az általuk választott irodalmi alkotást. Kisbárányok hancúroznak, sejjentőben diháncolnak. A szakemberek szerint a verstanulás önmagában is fejlesztő hatású, ezért a résztvevők a helyezésektől függetlenül is sokat profitáltak a felkészülésből. A vers nagyon fontos az életükben, különösen a könnyen ritmizálható verseket gondolom én, hogy azokat még könnyebben tanulják ezek a gyerekek, hiszen sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista gyerekekről beszélünk, akik éppen olyan vidámon és csillogó szemmel szavalják a verseket, mint többségi társaik. A szervezők gondoskodtak a folyamatos elfoglaltságról, több teremben kézműves foglalkozások zajlottak. A szombathelyi iskola programján 11 településről összesen 12 intézmény képviseltette magát.